A Bánáti pusztán terül el kisorosz, vagy ahogy az első világháború óta hívják, torontál oroszi. A délvidéki települést a török pusztítás után 1780-ban telepítették be újra Szeged és Makó környékéről érkezett dohánykertészekkel. A község lakói a II. Világháború végéig leginkább magyarok és németek voltak, mára viszont a többségi szerbek mellett csak a maroknyi magyarság maradt. Tíz körömmel kapaszkodnak a kisoroszék a magyarságukba. Annak idején előrelátóan megalakítottuk a torontál művelődési központot, és itt mindenki megtalálja helyét, és számunkhoz mérten úgy gondolom, hogy nagyon jól is tudjuk őrizni azt, amit őseinktől kaptunk. A művelődési központ az Észak-Bánáti Szórvány magyarság megmaradásának bástyája. Az ide látogató a tájházban megismerkedhet eleink mindennapjaival, vagy betekinthet a nemrég épült fazekas műhelybe is, ahol nap mint nap ilyen gyönyörű kerámiák készülnek. A központ 2015 óta vesz részt a Magyar Állam Petőfi Sándor ösztöndíj programjában, melynek keretében egy önkéntes segíti a munkájukat. Mint eddig mindegyik Petőfissel egészen meg voltunk elégedve, hiszen belesegít nekünk itt a szorványba úgy a kultúránk, mint az oktatás terén különböző rendezvények és programokba egyik főszervezőik voltak, úgy a Péter, mint az előző Petőfisek. Hántották a kukoricát, és akkor mindig volt egy-egy jó beszélő ember, aki mesével szórakoztatta az embert. Az idei Petőfi ösztöndíjas Kürtösi Péter mesél a kisoroszi iskolásoknak. Péter az anyaországi Felsőgödről érkezett, néprajzkutatóként könnyedén mutatja be őseink szokását a gyerekeknek. Én a gimnáziumban tanultam, egyetlen egy szó se esett a határon túli magyarságról. A tankönyvek egyetlen egy szót sem mondtak, sőt földrajzórán a vaktérképen Kluzs napokát kellett bejelölni. És otthon elmondták, hogy jó, ezt úgy írják, hogy Kluzs napoka, de úgy ejtjük, hogy Kolozsvár, és ott született Mátyás királyunk. Péter keresztül-kasul bejárta a Kárpát-medencét, ennek hatására fordult a néprajz felé. A gyerekeknek épp egy kukorica morzsoló kalákát rendezett be a tanítónénik segítségével, ahol mindenki kipróbálhatja a morzsolást a mese után. Minden nemzetnek a saját népmesét kell tanulni, mert azokban vannak azok az útmutatások, azok van beleívódva a zsigereikbe, ezt ösztönösen génjeikbe érzik, én úgy gondolom. És ezáltal kapnak egy útmutatást a jövő irányába. Kis oroszra két úton kell bemenni. Már a kisoroszi népdalkörben hallgatunk meg a helyi dalokból egy csokorra valót. Péter nagy segítség a tagok számára, ha egy-egy régi szokást szeretnének feleleveníteni, ők pedig régi képekkel, történetekkel segítik Péter néprajzkutatását. Akárhányszor mondjuk gyere Péterföl, ő följön és segít, amiben csak tud. Péter korábban még nem járt ezen a vidéken, a Petőfi programnak köszönhetően jutott el ide. De a legfontosabb talán mégis az emberi találkozások számomra. Az emberi életminőségét háromféle kapcsolat határozza meg. Az ember és ember közti kapcsolat, az ember és természet közti kapcsolat, és az ember és az Isten közötti kapcsolat. Itt olyan emberekkel találkoztam, akik harmóniába élnek mindhárommal, igazi otthonként tekintenek erre a területre, és úgy élik meg az életüket. Talán ez a legfontosabb, amit magammal akarok vinni. A Kárpát-medence és a benne élő magyarság egy egységet alkot, vallja Péter. Most van a nemzeti összetartozás éve, és ebben különösen érdemes hangsúlyozni azt, hogy az egész Kárpát-medencébe, így itt a bánságban is, az itt élő magyarság szerves részét képezi az összmagyarságnak. A Petőfi program ösztöndíjasai hidat képeznek az elszakított területek és az anyaország között, összekötve a külhont az itthonnal. Péter munkájával nem csak a környék idősebb, hanem legfiatalabb generációját is megerősíti nemzettudatában, így őrizve a helyiek magyarságát a bánáti szórványban.